volt egy meetingünk, eldöntöttük, hogy Reflektársulat a nevünk, és a darabnak a címe az lesz, hogy Én is élni akarok. Alapvetően az elmúlt egy év, ugye április, azt hiszem 2020 áprilisában volt a 33-as törvénynek az elfogadása, és akkor igazából attól kezdve egészen napjainkig mindenféle fajta törvénymódosítással, meg mindenféle fajta LMBTQ meghurcolással kapcsolatos jeleneteket szeretnénk. Ez etüdőkből fog összeállni, tehát nem lesz egy nagy történet, nem egy fix szereplők vannak, akik nem tudom, egy család, akin látjuk, hogy hogy változik valami, hanem egy téma kapcsán lesznek különböző jelenetek, különböző megvilágításból, különböző szempontok szerint. És hát ugye most ez az új pedofil törvény módosítás okán hoztam egyébként létre ezt az egész Reflektársulatot. Hát a helyzetre való tekintettel is szerencsém van egyébként ezekkel a fiatalokkal, meg igazából vele is, hogy elvállalta a felkérésemet. Mindenki 0 forintból dolgozik ebben a pillanatban, viszont én baromira szeretnék pénzt adni valahogy az embereknek, mert senki ne dolgozzon ingyen. Most azon vagyunk, egyébként a Drag Queen Hungary most annyiban segít még nekem, hogy felajánlotta a Dóka Tamás, hogy segít nekünk egy egyesületet létrehozni, a Reflektársulatnak az egyesületét, és ezáltal megpróbálok valamilyen adománygyűjtést szervezni. Úgyhogy most minden ilyenféle fajta dolgot megpróbálok kihasználni, meg megpróbálok begyűjteni. Meg hogy úgy nézhet, hogy minél előbb ez létrejöjjön, mert most annak most elkezdünk pályázni, stb. Az legalább egy éves kifutás, szóval ugye ez ki tudja, hogy mi lesz egy év múlva, ugye nem mondottuk, hogy egy évvel a 33-as törvény után még durvább dolgok lesznek, szóval hogy ez igazán minél gyorsabb reflektálás szükséggel teszik. Biztos, hogy támadható lesz egyébként az előadás, és fogják is támadni, aminek egyébként én meg örülök. Legyen igenis negatív kritika róla, azért, mert mindenféle fajta reklám az reklám. Biztosan bántani fogják a színészeimet, de nagyon remélem, hogy ez nem tetlegesség, hanem csak szavakban. Ezt például nem akarjuk előre megírni, hanem a szabadságot akarunk adni a színészeknek, hogy ők alakítsák úgy, ahogyan ők szeretnék. Minden egyes jó impróból nagyon jó mondatokat kiszedjük, és így fog megírni az a jelenet például. Egyébként például a Táliának az új stúdiójában nagyon szívesen játszanám. Ez persze ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, de természetesen, vagy azt gondolom, hogy arra lesznek még lehetőségünk, hogy egy alternatív térben játsszuk. Például a Marit körúton van a Manyi ház, tehát hogy lehet, hogy ott fogjuk tudni játszani. Inkább azt érdemes meghatározni, hogy mikor van a bemutató. Hát én azt szeretném, hogy szeptember közepére bemutató legyen ebből. Igen, még a heteroszexuális színészeim is LMBTQ közösségi tagok, mert imádnak minket, és nekik semmi problémájuk nincsen velünk, és ők tudják, hogy mi ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más.